Dombóváron a kertvárosi Szent István templomban Szent Mise keretében emléktáblát avattak az építő Kanász Gyula kőműves mester tiszteletére. A család örömmel fogadta a kezdeményezést, mint ahogy annak idején a mesterember a megkeresést az építéssel kapcsolatban. Ez egy csodálatos dolog volt, amikor a plébános úr fölkérte, mert ő sem gondolta, hogy ilyen nagy munkát kérnek tőle, és hát ez egy csodálatos időszak volt az építkezés. Ő nagyon büszke volt erre, de olyan szerény ember volt, hogy annyira nem mutatta ki, de mindig büszke volt erre a templomra. Megmondom őszintén, hogy nagyon meghatódtam, és mielőtt itt megtörtént, mikor megtörtént a festés a templomnak, én volt szerencsém körbejárni, és én nem is gondoltam, hogy ez ekkora mérvű építmény, és olyan gyönyörű, kintről is megcsodáltam, hogy jó van, már többször látta az ember, de mégis valahogy másképpen gondoltam, mint amikor ugye most körbejártam, hát ez egy valami csodálatos, szép építmény, és nagyon büszke vagyok rá, és a családom is, hogy ilyen szép dolgokat, és nagyon sok családi házat is gyönyörűeket láttam már, de hát ez a fő és a templomtoronynak a második tornya, ez a fő munkája neki. A templom építésére 1987-ben kapott megbízást a köztiszteletnek örvendő szakember. 1989-ben fejezte be, közben a közösség házra is megkapta az építési lehetőséget, úgyhogy mind a kettőt ő építette, sőt a temetőben található rovatalozót is ő építette. Én egy nagyon becsületes embernek ismertem meg, Gyulát is nagyon jó szakembernek, és hát ugye mi szombaton, még akkor dolgoztam, szombatonként itt voltunk barátaimmal, segítettünk az építkezésben, hétköznapokon pedig a már akkor nyugdíjas idős férfiak, nők segítettek, hogy minél előbb felépüljön ez a templom. És úgy gondoltam 31 év távlatából, mint helytörténész, hogy emlékezni kell a Kanász Gyulára, mert 20 év múlva már senki nem fogja tudni, hogy ki építette ezt a templomot, itt pedig a tábla fogja tanúsítani azt, hogy ő egy nagyon becsületes, tisztességes ember volt. A templom elkészültét sokan segítették a helyiek közül, megmozgatta a környékbelieket, mindenki azon volt, hogy mielőbb elkészüljön. Farkas András apátunknak is köszönhetően, mert ugye ő nagyon jó szervező is volt, tehát ő megszervezte, hogy itt minden szombaton legyenek emberek, akik segítenek, segítkeznek, és hát azt is tudni kell, hogy ilyen parttalan volt még, és 4 évig húzódott ennek a templomnak a felépítése. Először nem is akarták, a párbizottság ugye nem is akarta, hogy ekkora legyen ez a templom, és akkor kis fondorlat volt az egész tervezésben, ugyanis ez a rész itt oldalt, ez hittanteremnek készült, látszik is, hogy fönn vannak az ajtópántok, tehát itt egy külön elszeparált helyiség lett volna, de aztán Farkas apátunk nem csináltatta meg az ajtókat, hanem így nyitva van, úgyhogy így ennyivel nagyobb a templomunk. Az emléktábla Séfer Zoltán kezemunkáját dicséri, aki Kanász Gyula kőműves mester halálának 4. évfordulójára készítette el, hogy ezután a kertvárosi templom falán emlékeztesse mindenkit az építő személyére.